Az 1956-os forradalom leverése után a pártállami hatalom kiemelt figyelmet szentelt az ifjúsági ügyeknek. Budapesten számos megfigyelési fotó és helyszín emlékeztet a fiatalok elleni titkos szolgálati akciókra. A Ferenciek terén vagyunk, és Antal Józsefről fogunk beszélgetni. Hogyan kapcsolódik a térhez Antal József személyen? Ferenciek terén, az egykori Felszabadulás téren számos állambiztonsági megfigyelési akció folyt. Itt van a belvárosi Ferences templom, akik ellen a klerikális reakció elhárítás dolgozott. Az egyetemi könyvtárba igyekvőket a kulturális elhárítás figyelte meg, és közte itt a Kárpátia udvar fölötti lakóházban az állambiztonság számos egykori célszemélye lakott. Itt volt például az Antal családnak is az otthona, akiket évtizedeken keresztül megfigyeltek, lehallgattak. Az egyik legkorábbi titkos megfigyelési fotó is idősebb Antal Józsefről készült, és maradt fent. Ő látható ezen a fotón, amin átgyalogol itt a templom előtt a téren. Ifjabb Antal Józsefet Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnökét 1956-os szerepvállalása, kisgazda kapcsolatai, apja és középiskolai tanári tevékenysége miatt vonták megfigyelés alá. Ennek tetézéseképpen, mint a korabeli jelentésekben fogalmaztak róla, nézeteihez konokul ragaszkodott. Nem csak megfigyelték, de lakását több alkalommal be is technikázták. Legközelebbi barátait, kollégáit, tanítványait állították rá, hogy jelentést írjanak róla. Ugyanakkor idősebb és ifjabb Antal József ellenfigyelést szervezett. Ennek az egyik legismertebb esete kötődik ehhez a térhez. Itt buktak le ugyanis a figyelők 1968. februárjában. Ifjabb Antal József levelet is írt Kádár Jánosnak, Fok Jenőnek és Benkei András belügyminiszternek, amiben sérelmezte, hogy őt követik az utcán. Állításomat nem az üldöztetési mánia, hanem az alapos és körültekintő viszont megfigyelés diktálja. Tanárként is kialakult jó arcmemóriám következtében pontosan felismerem és felismertem a gépkocsikon és gyalog, autóbuszon, villamoson engem kísérő, tartózkodási helyeim előtt ácsorgó férfi és női alkalmazottakat. Ezen nem változtat, ha kalapot és sapkát váltanak közben, illetve anélkül jelennek meg. Kétség csak abban lehet, hogy akarják-e vagy nem működésük felismerését. A levél végén Antal így összegezte kérését: tegyék lehetővé, hogy nyugodtan, zaklatás nélkül végezhessen munkámat. Ez az eset egy példája az autonóm kiállásnak, a civil kurázsinak is. Ennek a levélnek azért volt-e továbbérése ennek következtében, ha ők nem is kaptak erre közvetlen választ, belügyi vizsgálatok folytak le, és ilyen értelemben a megfigyelt célszemélyek is adott esetben azért tudtak hatást gyakorolni a diktatórikus intézményekre. Antal József megfigyelése arra is jó példa, hogy miként dolgozott az ifjúsági elhárítás. Az államhatalom célkeresztjébe azért kerültek a diákok, mert diáktársaikon kívül a veszélyesnek vagy politikai szempontból megbízhatatlannak ítélt tanáraikról is adhattak információkat tartó tisztjeiknek. Antal József és környezetének megfigyelése természetesen más módon is kapcsolódhat az ifjúsági elhárításhoz. Ugye ő egyházi középiskolába járt, tehát a piarista gimnáziumnak volt a tanulója. Tehát azáltal, hogy az ő évfolyam találkozóikat, érettségi találkozóikat, amelyeket akár itt a Kárpátia étteremben rendeztek meg, megfigyelték, ezt a csoportot, ezt a társadalmi szférát, a, ha tetszik, a keresztény középosztály világának képviselőit is kontroll alatt tartották.
Az Antal család elleni akciókból jól látható, hogy a megfigyelés intenzitása miként változott. Az ügyek miként alakultak attól függően, hogy Antal József éppen milyen pozícióban volt, és hogy a rendszer ellenségképe hogyan változott. Antal József, amikor az Orvostörténeti Múzeum vezetőjeként dolgozott, muzeológus fedőnéven volt megfigyelve, később a 70-es, 80-as években is újra és újra indultak ezek az ügyek, tehát amikor egy olyan impulzus érte a belügyet, akkor ezeket az aktákat el lehetett venni. Egyébként pedig csak úgymond idézőjelben alapfázison dolgozott a belügyminisztérium. Esetében lényegében ez a rendszerváltásig folyamatosnak tekinthető. Azzal együtt, hogy a fennmaradt iratok töredékessége miatt a különböző korszakok megfigyeléseinek más és más a dokumentálhatósága. A Ferenciek tere megfigyelése jól mutatja, hogy hogyan dolgozott az állambiztonság. A környéken több megfigyelési ügy is folyt egészen a rendszerváltásig.